A lélek és a szellem táplálása mellett a test egészségére is gondolunk. Látogassa meg a Viva Natura webáruházát és válogasson az egészség polcairól. www.vivanatura.hu Nagyon nagy szeretettel köszöntjük a kedves nézőket! Önök a VNTV-t, Viva Natura televíziót láthatják, és húszárvágás adássorozatunkban hatalmas szeretettel és tisztelettel Juhász Zsolturat köszöntöm a stúdióban. Én is köszöntök mindenkit, és örülök, hogy újra itt lehetek. Köszönöm szépen, hogy nagyon komoly, nagyon mély lelki témákkal érkeztél hozzánk ma a stúdióban, és olyannyira, hogy nagyon izgalmas az, hogy nagyon-nagyon régi, akár több ezer éves dolgok is, hogyha felidézzük őket, mit vált ki az emberekben. És az előző beszélgetésünkben ugye Koppány és István ellentétéről beszéltél, aminek nyomait véltett felfedezni a jelenkorunkban is. És még egy picit egészítsük ki ezt, hogy ugye honnan tudhatja azt az ember, hogy az még mindig nincs megoldva? Hogy honnan lehet tudni azt, honnan lehet felismerni, hogy ne csak egy kitalált mese, egy történet legyen, hogy mi az, amit hordoz a lelkünk, mi az, amit szeretne megoldani a lelkünk, mik azok a csomagok, amiket már jó lenne, hogyha megértenénk, ha felismernénk, és egy úgymond egy jó megoldással, vagy ennek a, ugye a transzcendálásával, felülírásával, egy magasabb rezgés szinten, egy magasabb tudatossági szinten megoldanánk. Igen, itt gyakorlatilag, ami nagyon fontos ebben a dologban, ugye a mai napig ebben az István Koppány ellentétben, hogy mitől volt ez annyira élő, és mitől élő most, hogy a mai napig mekkora indulatokat tud ez kiváltani emberekből. Mert gondoljunk bele abba, hogy mit tudom én, a politika, tényleg a napi politikával vetekszik az indulat, amit kivált ez az emberekből, ugye? De viszont a napi politikával mondjuk egy 10 évvel ezelőtt, vagy 15 évvel ezelőtti Torgyán-Horn vita, amikor egymás torkának estek, és az gyakorlatilag a pártjaik is, meg az emberek is mögöttük egymás torkának estek dolgokkal kapcsolatban. Az most már, az itt volt gyakorlatilag nem olyan régen, és már így lepereg mindenkiről. Már senki nem emlékszik rá. Tehát nincs jelentősége. Ugyanakkor ennek az ezer éves ellentétnek a mai napig ott van az emberekbe belekódolva, és nincs megoldva. Tehát ebből látszik, hogy nincs megoldva, mert bele van kódolva, beléjük van kódolva ugye az ellenállás és a gyűlölet a másik fél felé. Mert hogyha megoldódna ez a dolog, akkor ugye feloldódnának ezek a dolgok mindenki, tehát be tudnának gyógyulni a sebek. Ugye az előző adásban beszéltünk, hogy egyelőre nem azon dolgozunk, tehát mondtam ugye azt is, hogy leszületett ugye most mindenki azért, hogy most végre helyrehozzuk ezeket a dolgokat. És aztán a vége ugye az lett, hogy nem helyrehozzuk, hanem megint egóból elkezdjük ismételgetni azokat a dolgokat, amiket akkor jöttek gyakorlatilag, és is megint mind a két oldal ismételgeti, mantrázza a másikkal szemben a másik bűneit a másik fejére. És így nem lesz feloldva soha ez az ellentét. Tehát valahol mindenkinek át kell élnie és át kell éreznie a lelki síkját ennek az egész konfliktusnak, hogy mi, tehát hogyha az egónkkal megyünk csak bele, akkor ezt nem tudjuk feloldani. És ugye az emberek nagy része sajnos csak az egójával megy bele, gondolom. Na hát ugye az egónak pont ez a specialitása és különlegesség, hogy nem tudod, hogy abba vagy. Igen. Tehát az egó pont elfedi az arra való tudatosságot és tiszta tudatot, hogy te ki vagy valójában, hogy ez a világ micsoda. És ugye az önmagunk tiszta természetére való tudatlanság teremti meg az egót. Tehát ugye itt mi megint csak azt tudjuk mondani, hogy szólni tudunk róla, beszélni tudunk róla, de hát ugye az ego azért van kitalálva, pont, hogy a tiszta természetünkkel közben átalussza magát, hogy mi ezt nagyon valóságosnak éljük meg, hogy mi ezt véresen komolyan vegyük,
hogy mi újra meg újra, ha mondjuk 1000 évvel ezelőtt nem sikerült, ugye mondtad az előző beszélgetésben, ez egyébként egy olyan jó érzés, hogy mindenki újra itt van, hogy mindenki újra leszületett, és arra várunk, hogy ezt most akkor közös erővel valahogy másképpen kivitelezzük, valahogy másképp vigyük ki ezt a játékot, vagy a játéknak ezen pályáját, amiben ott vagyunk beragadva, és ennek az lett az eredménye, hogy újra le kellett születnünk ide, hogy újra kapjunk egy lehetőséget, hogy ezt megoldjuk, és ugye ezt már egy kicsit el kell szakadni attól a hagyományos gondolkodó módtól, amiben éltünk, el kell szakadni Zsolt attól, hogy mindig a vezetőink fogják majd megoldani, hogy ő nekik adunk szép színes tollakat, palástokat ront a fennekük alá, azért, mert ők fogják tudni megmondani nekünk az utat meg az irányt. Én úgy látom, hogy a mai világban alapvetően az alulról jövő szerveződések tudnak működni, és miért? Mert amíg a fejtől bűzlik a hal, a gondolkodástól, nem a vezetőre gondolok, a fejre, addig elfeledkeztünk az alapokról, elfeledkeztünk az ősi tradíciókról, elfeledkeztünk azokról a jól működő eszköztárakról, amik még mindig itt vannak, lüktetnek, pulzálnak, áthatják minden beszédünket, minden szavunk között a csendet, és nem arra figyelünk oda. És én most megoldás irányba szeretnélek terelni, abba az irányba, hogy igenis helye van és lehetőség nyílt arra, azt gondolom, hogy egy alulról jövő, az egyéntől jövő szerveződés, az egyéni lélik lelki útjának forrásából indítsuk el a megoldási szakaszt. Igen. És ebben segíts nekünk, Zsolt, hogy mik ezek a megoldási lehetőségek, neked az életedben hogy segített ez? Igen, pontosan ez egy nagyon jó kérdés, mert gyakorlatilag az én életemben volt egy szakasz, és volt egy pillanata az életemnek, egy nagyon jól látható pillanata, amikor én túl tudtam lépni ezen. Tehát én bennem is hihetetlenül dolgozott ez a dolog. Tehát én bevallom, én a koppányos oldalon voltam akkor. Így aztán, volt itt már adás, amikor beszéltünk arról, tehát én olyan, nem is bírtam a keresztény szót sem kiejteni, tehát olyan szintű indulat feszült bennem, amikor leszülettem, és már beszéltünk erről, hogy ez a tudatalattimban volt gyakorlatilag, nem tudtam ellene tenni, tehát kis gyerekként egy aránylag szófogadó gyerek voltam, és nem bírt apám bevinni a templomba, mert üvöltöttem, hogy én oda nem megyek be. Tehát ez gondoljunk bele, hogy mennyire a tudat alattiból jött egy gyereknél, és ezt nem lehetett megmagyarázni. És amikor volt egy pillanat az életemben, amikor ez úgy elillant, és az a pillanat volt, amikor megjelent a Rovási Elrendszer, mint útikönyv, az Életnevű túrához című könyvem. Amikor az egész Rovási Elrendszert sikerült bedolgoznom egy könyvbe, feldolgozni, és gyakorlatilag egyébként ez egy nagyon érdekes történet is, tehát hogy mennyire elvakít minket a mája és a szellem. Én nem akartam ezekkel a dolgokkal foglalkozni. Sokkal fontosabb dolgaim voltak ebben a világban, megmondom őszintén, pedig teljesen nyilvánvalóan, most már, ha így visszanézek az életembe, én ezeket a dolgokat felvállaltam, mielőtt leszülettem ide. Azt hogy is. Ezt a dolgot meg fogom csinálni. De mégis sokkal fontosabb dolgaim voltak ennél, és ott volt az a pont, amikor a sors például lebénított, tehát elszakadt a bokámba a szalag, meg mit tudom én, hogy üljek le és csináljam végre. És aztán az nem gyógyult meg, nem tudom, hogy lehet, hogy ezt már meséltem itt, tehát hónapokig nem gyógyult meg, és aztán leültem mégis, és amikor gyakorlatilag befejeztem a Rovási Elrendszer egész jelrendszernek a feldolgozását, és kitettem a pontot, akkor így nyomtalanul elmúlt az a bokaszalag szakazásom, amire az orvosok azt mondták, hogy hát ezzel már együtt kell élnem, ez soha nem fog teljesen meggyógyulni. Nyomtalanul eltűnt, és ebből látszott, hogy tehát egy problémát az életemben, ugye amit hoztam magammal és felvállaltam, azt sikerült megoldanom. És egyébként ez a könyv volt az, ami amikor megjelenhetett, eltűnt belőlem.
gyakorlatilag az a frusztráltság, ami bennem volt. Mert végre eljutott a magyarság megint oda, hogy szabadon, nyugodtan beszélhetünk ezekről a dolgokról. A rovási jelrendszert meg lehet ismerni, bárki a kezébe veheti, újra megnézheti. Az, és miért? Mert ez nem volt így, nem volt mindig így. Tehát nem véletlen az, hogy nekünk ugye a mai napig a latin jelekkel írunk. És ugye itt sokan mondják azt, ugye, hogy István volt, mert ugye az előző adásban beszéltünk róla, ő volt a nagy szkíta király gyakorlatilag. Tehát őt nem lehet azzal vádolni, hogy szembefordult a múltjával. Ezt mondják. Ugyanakkor, hogyha megnézzük a pénzeket, amiket István veretett, ott van rajtuk, hogy Stephanus Rex. Latin jelekkel, latinul van ott a neve. Ez nem egy nagy szkíta király pénze, hanem egy Róma által kibocsátott érmének magyar változata volt gyakorlatilag, tehát ő belépett ebbe az unióba. Hogyha innen nézzük, gyakorlatilag a katolicizmus ugye az egy ilyen korai verziója volt ugye a mai Európai Uniónak, ha innen nézzük, mert egyesíteni szerette volna az egész világot, és mi volt az ő egyesítésüknek a lényege? Hogy az van, amit mi gondolunk. Olyan ez a világ, amilyennek mi elmondjuk, ott van az Isten, ahol mi mondjuk, és ti meg ott vagytok, ahol mi mondjuk. És gyakorlatilag ez volt a lényege mindennek, amit tettek. Tehát a hatalomról szólt minden lépésük. És ez az, amit ők viszont, ugye beszéltünk az előző részben erről, minek a köntösébe bújtattak? Azt mondták, hogy teremtsd meg Isten királyságát még itt a földön. Teremtsd meg a mennyei királyságot. Ugye ez volt az, amivel bevonzották gyakorlatilag az új keresztény királyokat, és azt mondták, hogy ez a feladatotok. És aztán ebből, hogy mit sikerült megvalósítani, ugye azt ma már látjuk, hogy a valódi cél, ugye, mert van, amikor mondanak az emberek dolgokat, és aztán teljesen mást csinálnak. És ugye ezt mondta Jézus is, hogy ne azt nézd, hogy mit mondanak, hanem figyeld meg a cselekedeteiket. És ez ide a legigazabb, ugye? Hogy Jézus követőinek mondták magukat, és ha megnézzük a cselekedeteiket, akkor gyakorlatilag kultúrátlanították az egész világot, főleg például a magyarságot. Tehát nem véletlen az, hogy itt a latin volt az 1800-as évek végéig a hivatalos nyelv Magyarországon, most gondoljunk bele. Tehát a hivatalos nyelv nem a magyar volt. Akkor rovás jeleket lehetett volna használni. És egyébként itt ehhez, tehát mondom a megbocsátáshoz, ezen a gyalun, ami tényleg itt végigment rajtunk, és kultúrátlanított minket gyakorlatilag, és lealázott minket, és tényleg, tehát a vége ez lett, mondom, akkor még ezt nem tudhatták gyakorlatilag, hogy a vége ez lesz ennek a dolognak, tehát mondom még egyszer Istvánnak, biztos, hogy nem ez volt a szándéka. Tehát ő, hogyha visszanézett, akkor ő is azt mondta volna, sőt, élete végén ki is mondta, hogy nem ilyen lovat akart. Tehát nem biztos, hogy ez az a ló, amit ide vezettek, amit ő akart előtte. Csak akkor már késő volt, akkor már gyakorlatilag be volt az egész államrendet, ő megteremtette. Tehát egy hihetetlen államszervező zseni volt amúgy István, mert tényleg egy élet alatt egy nagyon erős királyságot hozott létre gyakorlatilag itt Magyarországon. De sajnos onnantól kezdve ugye felültünk erre a lóra, és aztán az elvitt minket oda, ahol most éppen vagyunk. És akkor ugye most jön a megbocsátás, hogy hogyan tudunk ebből kijönni. Hát mondom, nekem gyakorlatilag ez volt az a pillanat, amikor újra lehet beszélni ezekről a dolgokról. Tehát, hogy ki volt a magyarság. Gyakorlatilag egyébként az, hogy mennyire ellene, tehát a magyarság ellen szólnak a dolgok, az csak az, hogy az iskolában miket tanítanak a magyar nyelvről. És egy kicsit egyébként visszamegyek, hogyha nem baj. És elkezdek az életemről beszélni, hogy én hogyan jött be az életembe, hogy érthetőbb legyen egyébként ez az egész, így egy kicsit ilyen perspektívában. Az egész utam nekem, hogy attól a ilyen begyöpösödött, egoista, hülye gyerektől,
ből hogyan jutottam el odáig, hogy elkezdtem a magyar nyelvvel foglalkozni, meg a rovásírással, aki most mások szerint lettem begyöpösödött hülye gyerek, ugye, mert akiket ez nem csak érdekel. Más szintre helyeződött igen, a játék. Igen, én ezt a tudatom tágulásának élem meg. Vannak emberek, akik azt gondolják, hogy beszűkült a tudatom most. Most már lett rossz. Igen, igen. De ez egyébként semmi baj ezzel. Hát mindenki gyakorlatilag úgy éri meg a világot, ahogy tudja, persze. Tehát nincs ezzel semmi baj. Na most, nálam ez úgy kezdődött, ez egy nagyon szép történet, szerintem ezt is elmeséltem már, de most így megpróbálom perspektívába helyezni, hogy szerintem még 20 éves sem voltam, amikor a csillagos ég alatt egy nagyon kedves barátom elkezdett nekem a magyar nyelvről beszélni, és tartott nekem egy gyönyörű előadást. És elmondta nekem, hogy a magyar nyelv az egy nagyon különleges nyelv, és mondott példákat is, hogy a magyar nyelvben milyen érdekes szavak vannak, hogy ilyen nagyon furcsa jelentések vannak még pluszba a szavaknál. És én hallgattam ezt az előadását, és azt mondtam, hogy ez tényleg fantasztikus. És amit a múltkor nem mondtam el, az az, hogy én ekkor azt gondoltam, hogy ezt mindenki tudta biztos rajtam kívül, csak én vagyok az a hülye, aki még nem hallott erről. És akkor így gyakorlatilag ittam minden szavát, meg teljesen értettem mindent, amit mondott, de úgy megmaradt bennem egy kicsit, hogy hát ez tök nyilvánvaló, és ez tök nyilvánvaló, hogy biztos tudja mindenki. Csak én voltam olyan hülye, hogy én idáig nem tudtam ezeket a dolgokat. És aztán ezt ugye úgy bennem maradt, és nem is nagyon beszéltem senkivel erről, és akkor úgy telt, múlt az életem. Amikor volt az életemben egy nagyon durva fordulópont, amikor lekerültem a legaljára a pohárnak, és azt mondtam, hogy így tovább nem mehet az életem. És azt mondtam, hogy kimondtam, hogy változás kell. És beszéltem már arról is, hogy nem, tehát az anyagi helyzetem tök jó volt, családom is volt, gyerekeim is voltak már akkor. Mégis egy teljesen anyagelvű ember voltam, akit nem igazán érdekelt csak az anyagi boldogulás, ezt viszont nem tett boldoggá egyáltalán, sőt, rettenetesen rosszul éreztem magam. Olyan rosszul nem éreztem magam még soha, mint akkor. És azt mondtam, hogy változás kell, ez így nem érdemes élni. Tehát szó szerint ezt éreztem. Ez így, és ennek semmi értelme. És gyakorlatilag, ha most visszanézek, akkor azt látom, hogy pontosan azt éreztem, amit kellett akkor éreznem. Mert az akkori életemnek valóban nem sok értelme volt. Azért, mert nem raktam bele sok értelmet. Tehát felvállaltam egy csomó dolgot így az életemre, amiből valamit úgy azért megcsináltam, de azért elég rendesen dagonyáztam ott legalul. És akkor, amikor kimondtam ezt a szót, hogy változás kell, akkor gyakorlatilag így egy pillanat alatt így megváltozott egy csomó dolog az életemben, kaptam könyveket kölcsön, elkezdtem olvasni őket, és akkor gyakorlatilag a szellem az elvitt egy olyan táncba, ami azóta is, hogyha visszanézek rá, akkor egy ilyen zseniális dolog volt. Tehát nem, egyszerűen semmi nem. Az első dolog az volt egyébként, amiről meggyőződött, hogy nincsenek véletlenek ebben a világban. Olyan szinten azonnali karma, instant karma volt minden, amit csináltam, hogy valami döbbenet. És nem mondhattam azt, hogy ez véletlen, mert azonnal, tehát válasz volt minden cselekedetemre szinte pillanatokon belül. És láttam, hogy ez most azért történt, mert akkor ezt csináltam. Ez meg azért, meg akkor. És gyakorlatilag a pillanatokon belül, tehát átváltozott az életem, és egyszer csak elkezdtem észrevenni azt, hogy itt nincsenek véletlenek. Ebben a világban bizony semmi nem történik véletlenül. Aztán ugye elkezdtem a vallások felé fordulni, elolvastam szinte az összes szentkönyvet, ami létezik, a Bibliát, a Tórát, a Koránt, a Buddha tanításait, stb. És aztán a végén egyébként így sorba jutottam el a hindu tanításokhoz. És gyakorlatilag az volt egy ilyen, ami fordulópontot hozott teljesen az életemben. Elkezdtem olvasni a védikus tanításokra, a véda az ugye tudást jelent. A védáknak a nyelve az a szanszkrit. És a szanszkrit nyelv egy nagyon érdekes dolog, mert ők azt mondják, hogy ez egy mesterségesen létrehozott nyelv. Amit papok hoztak létre azért, hogy magán a beszélt nyelven is közelebb kerüljenek Istenhez.
És aztán elkezdtem, mondom, a szanszkrit nyelvről olvasni, és azt is írták ebben a szanszkrit nyelv leírásában, ugye, hogy a szanszkritben nincsenek véletlenek. Tehát minden hangnak van egy rezgése. Aztán az a rezgés gyakorlatilag összekeveredik más hangok rezgésével, és abból lesznek a szavak. És gyakorlatilag ők azt is mondják egyébként, hogy tehát ezek a rezgések azok, amik létrehozták a világot. Tehát amik elkezdtek besűrűsödni, tehát a véd hangjai, vagyis a tudás hangjai elkezdtek besűrűsödni, és ez hozta létre magát az anyagot is. Mm-hmm. És aztán ahogy egyre sűrűsödtek ezek a rezgések, ugye egyre durvább anyagi sík lett ebből, és gyakorlatilag a nyelv maga az ennek a leképezése. Tehát az egy ilyen finom anyagi megnyilvánulása ennek a világnak, a szanszkrit nyelv. És azt is írják róla, hogy ez a nyelv, ebben a nyelvben ugye van egy hangtana a szanszkritnak, amiben ugye az van, hogy melyik hanghoz milyen rezgések tartoznak. És aztán ott találkoztam egy nagyon érdekes dologgal, ugye kezdtek felidéződni bennem azok a mostan 20 évvel ezelőtti tanítások a magyar nyelvvel kapcsolatban, amit én akkor kaptam, és azt láttam, hogy a magyar nyelvben van egy szinte pontosan ugyanolyan rendszer, mint a szanszkritben. És aztán én elkezdtem ezzel kapcsolatban, akkor kezdtem el újra beszélni egyébként a magyar nyelvről emberekkel, és akkor konstatáltam azt, hogy amiről a barátom nekem akkor beszélt erről a rendszerről, erről senki nem tud. És senki nem beszél róla. És odáig én azt hittem, hogy ez annyira nyilvánvaló, hogy erről mindenkinek tudnia kell. Csak én azt hittem, hogy csak én voltam ilyen hülye, hogy én nem tudtam erről a dologról. És aztán mondom, amikor találkoztam a szanszkritben lévő rendszerrel, akkor az első döbbenetem az egyébként az S hang volt, ami ugye egy nagyon fontos hangja a szanszkritnak. Ugye maga a szanszkrit szóban is ugye ott S-szel kezdődik. És aztán azt mondják, hogy a világnak van egy alapritmusa, amit ők úgy hívnak, hogy szatva. És megint ott van benne az S. hang. És ugye, aki foglalkozik védikus tudományokkal, az tudja, hogy a szatva az a világnak szerintük az alap tulajdonsága. A szatva az mindenben ott van, ami körülvesz minket. És hogy mi ez a szatva? A szatva az egyensúly. Gyakorlatilag az a része a világnak, amitől van világ, szó szerint. Tehát attól például ez a pohár, ez azért van itt, mert itt több millió kilowatt energia feszül ebben a pohárban, viszont ott van a szatva, ami ezt a nagyon sok energiát kiegyensúlyozza. Azt mondja, hogy most légy egyensúlyba, és légy ez a pohár. Ez a szatva. És gyakorlatilag a világ szatvikus tulajdonsága az mindig az egyensúlyhoz és a felemelkedéshez vezetők azt mondják. Ugye azt mondják, hogy a világnak három tulajdonsága van: a szatva, rajas, tamas. Ugye a szatva az egyensúly, ami miatt van világ, aztán van a rajas, az a mozgás, a tamas pedig a tehetetlenség. És ez a három dolog, ami létrehozza gyakorlatilag a világot. Az egyensúly, a mozgás és a tehetetlenség. De a lényege ennek az egésznek, ugye az, ez megint, hogy visszatérjek a magyar nyelvre, ez az mágikus S hang. És aztán a következő furcsa lépés az az volt, amikor elolvastam Bakta Jermin fordításában a világ teremtését a hindu védikus hagyományba. És ez úgy kezdődik, hogy az isteni szellem, tehát most magyarul mondom el direkt, mert magyarul még többet is mond néha, mint az eredeti. Tehát az isteni szellem öntudatára ébred, és fellobban benne a vágy, hogy megismerje önmagát. És azt mondják, hogy ez volt a világ teremtésének első két lépése. Tehát az első lépés, hogy az isteni szellem öntudatára ébred, ugye ez a világszellem megteremtődött, és fellobban benne a vágy, hogy megismerje önmagát. És a világ lélek is megteremtődik. Ez a következő lépése, ugye a vágy az már a világ lélek. És azt mondják, hogy a világ az megfelelések sokasága. Tehát itt minden gyakorlatilag a teremtés első két lépése így másolja tovább önmagát. És éppen ezért, hogyha körülnézünk a világban, akkor minden élet úgy kezdődik, hogy fellobban a vágy. És ha körbenézünk, tényleg ez történik.
gondoljunk bele, hogyha nem lobban fel az a bizonyos vágy, van esély, hogy utódod legyen? Nem, ugye? Mert ez az a vágy, ami behúzza ide majd a lelkeket. Gyakorlatilag, és mondom, ez a teremtés első két lépés, hogy az isteni szellem, és aztán magyarul, tudod, ez nekem nagyon érdekes volt, hogy szellem, megint magyarul is esz, ott van az a bizonyos mágikus esz hang. Öntudatára ébred, és fellobban benne a vágy, amit hogy hívunk mi magyarok? Szer, elem. És ami még érdekesebbé teszi ezt az egészet, azt, hogy a szellem, ugye, az egy esz, elem. Vagyis a szellem, hogyha leveszem az esz betűt az elejéről, akkor elem, sz, elem. Tehát a legelemibb része a világnak az az esz, elem. És aztán ugye, hogyha a magyar nyelvben megvan ez a rendszer, és a magyar rovásírásban is megvan ez a rendszer, mert ugye itt arról volt szó számomra, hogy azt láttam, hogy a magyar nyelvben ugyanúgy megvan a rendszer, mint a szanszkritben. És akkor a következő lépés, hogy a magyar ősi írásban ott van ez a rendszer. Ugye a teremtés első lépés az isteni szellem. És hogyha megnézem a rovás jelrendszert, és úgy tekintek rá, mint rendszerre, akkor mi az első lépés, mi a belépő pont a rendszerbe? A legegyszerűbb jel, igaz? Hát minden rendszer úgy épül fel, hogy a legegyszerűbbtől elindulunk a bonyolultabb felé. És hogyan kezdődik a rovás jelrendszer? A legegyszerűbb jellel, akkor ezek szerint. Mi a legegyszerűbb jel? Egy egyenes vonal. Mi ennek az egyenes vonalnak a hangértéke? Ez. Ugye? És azt láttam, hogy hoppá. Hát ez a rendszer, ami a szanszkritban van, ez megvan a magyar nyelvben. Sőt, a magyar nyelvben lévő rendszer néha túl is mutat a szanszkriten. Egyébként az életemben volt még egy nagyon érdekes pont. Az egyik a magyar nyelvvel való kapcsolatom, mondom. Ez egyébként egy régi adásban beszéltünk erről, hogy ugye a világszellem az tényleg olyan, mint a Smith ügynök a Matrixban, hogy bárkivé tud változni, ugye? Mert ugye aztán később én beszéltem ezzel a barátommal, hogy én tőle hallottam először a magyar nyelvről, és azt mondta, hogy ő nekem ilyet soha nem mondott. Nem is emlékezett. Igen. És beszéltünk róla, ugye, mert gyakorlatilag a világszellem bárkin keresztül meg tud nyilvánulni, és azt elmondja neked azokat a dolgokat, amikre épp akkor szükséged van. És ő akkor elmondta nekem ezeket a dolgokat, mondom, ezek nagyon mélyen belémégtek, mikor nem is foglalkoztam velük 10 akárhány évig is, mégis ott lüktetett bennem, tehát nem tudtam elfelejteni. A szellem gondoskodott róla egyébként, tehát mai napig itt van előttem az a kép, tehát az egész, ami akkor történt. Hihetetlenül elevenem. Mindegy, tehát a lényege az egésznek az az, hogy volt nekem egy nagyon furcsa kapcsolatom a magyar nyelvről, és ez egyébként a mai napig sokan kérdezik tőlem azt, hogy honnan tudom ezeket a dolgokat, amiket leírok a rovásírásról és a magyar nyelvről. És olyankor szoktam, tehát nincs hivatkozási alap. Eltűnt minden. Gyakorlatilag itt az történt, hogy elkezdtem újra emlékezni ezekre a dolgokra. És most csak azt tudom mondani, amit a Matrixban volt a kulcsos ember, aki, amikor megkérdezték tőle, hogy nem tudom, emlékszel arra a részre, amikor elmondta, hogy mit kell tenniük a neóéknak. És lépésről lépésre igen, elmondta igen, neki. Igen, igen. És megkérdezte tőle a Morpheus, hogy honnan tudod te ezeket a dolgokat? Azért vagyok itt, hogy ezt tudjam. Gyakorlatilag ezekkel a könyvekkel kapcsolatban én is csak ennyit tudok mondani. Hogyha valaki azt kérdezi tőlem, hogy honnan tudom ezeket a dolgokat, most azért vagyok itt, hogy ezeket tudjam. És aztán az életemben voltak szakaszok, amikor mondom, egyre több dologra kezdtem el emlékezni, és volt, tehát ilyen ajándék, minden könyvemmel egyébként kaptam egy zseniális ajándékot, ami gyakorlatilag egy ilyen traumától általában megszabadított, vagy valamitől, ugye olyan dologtól, ami előtte lehet, hogy kellemetlenségnek éltem meg az életemben. De minden könyvem után jött egy ajándék, és mondom, a harmadik, amiben a rovás jelrendszert feldolgoztam,
És megjelent végre, akkor éreztem azt, hogy végre nincs bennem. El tudtam engedni azt a frusztráltságot, ugye, ami jött belőlem. És aztán később egyébként, ami a legdurvább, és tényleg volt rátekintésem így előző életemre, én 1000 évig én sem születtem meg magyarnak. Tehát ez valami döbbenet volt, mert például amikor az első könyvemet írtam, akkor az egóm dolgozott még nagyon rendesen, tehát a szellemnek az ablakát már tisztogattam, de azért még az egó az erősen ott volt, és én azt gondoltam, én valami nagyon nagy magyar voltam biztos mindig, és azért tudom ezeket a dolgokat, meg azért jönnek el. És aztán az első könyvemnek meséltem talán, hogy a végén az volt az ajándék, hogy megjelentek az előző életem mesterei. És egyik sem európai ember volt, hanem mind keleti indiai, kínai, japán, ilyen távol-keleti vonásaik voltak szinte mindegyiknek. És akkor ezen megdöbbentem, és aztán végülis ez is egy tanítás volt ezzel kapcsolatban. Hogy ez, ami itt gyakorlatilag a nyelvünkben van, ez egy ajándék, hogyha élsz vele. Hogyha nem élsz vele, akkor meg átok. És gyakorlatilag ez akkor tudatosodott bennem, ez az egész. És aztán mondom, ráláttam így az életemnek, előző életemnek a szakaszaira, és akkor láttam, hogy tényleg, hogy milyen fontos az, hogy honnan, hová érkezik az ember. És véletlenek tényleg nincsenek benne. Most nem olyan régen kaptam valakitől egyébként egy ilyen leírást arról, ami olyan ördög ilyen állítja be ezt az univerzumot, hogy itt tök véletlenül születnek le az emberek, és azért nem tudják, hogy mi történik. De nem, nincs ilyen. Nincs, egyszerűen nincsenek véletlenek. Illetve a magyar nyelvben benne van, ugye, hogy mi a véletlen. Tehát mi, ahogy ugye a nem létező gyökökre felbontjuk, mert az egyetemeken a magyar nyelvvel kapcsolatban mai napig azt tanítják, hogy ezek a gyökök nem léteznek. Mégis, hogyha elkezdjük gyökökre bontani a véletlen szavunkat, akkor ugye van egy vélgyök és egy fosztóképző az etlen. És ez mit jelent szó szerint? Vél, gondol. Etlen, fosztóképző, tehát gondolatlan. Tehát a véletlen az azt jelenti, hogy erre nem gondoltam. Ugye? Az nem azt jelenti, hogy ahogy esik, úgy puffan történnek a dolgok. És aztán, hogy ez mennyire áll és igaz, ugye erre az ellentét, hogy kit hívunk mi, olyan embernek, aki jobban tudja a dolgokat, mint a többiek. Azt hogy hívjuk azt az embert? Okosnak. Miért hívjuk okosnak? Mert ő az okokkal ügyködik. Ő ismeri az okokat. Vagyis az ok és okozatot, ugye? És az az ember okos. Ő nem a véletlenekben hisz, hanem az ok okozatban. És ez benne van gyakorlatilag a nyelvünkben is. Ez a mag nyelv gyakorlatilag. Tehát ilyen zseniális tudás, és mondom, a szanszkrit, ez egy ugyanilyen nyelv, tehát ugyanilyen réteges jelentések vannak egyébként a szanszkritben, a szanszkrit nyelvben. És ami még egyébként ide kapcsolódik, a magyar nyelv és a szanszkrit párhuzama mellé, és nagyon furcsa, az, hogy a szanszkrit már ugye nem beszélt nyelv. Tehát mint beszélt nyelv már nem létezik. Indiában is már csak papok beszélik, és gyakorlatilag egy szakrális nyelv. Tehát a papok használják ilyen mantrázásra, és gyakorlatilag a védák olvasására, ugye ezek az ősi tudás le van írva a szanszkritül. Meg a védanta tanításánál is használják. Igen, igen. Igen, de mint beszélt nyelv már nincs jelen. Viszont a gyermekei, azok itt vannak velünk, szinte egész Európában. Tehát ez az indo-európai nyelvcsalád, azért indo-európai, ugye, mert azt mondják, hogy Indiából került ide a szanszkrit. Tehát itt szinte minden, az összes körülöttünk lévő nyelv, a szanszkrit nyelvnek bizonyos szinten a gyermeke. Legjobban egyébként azt mondják, hogy még a szlovák hasonlít. Tehát a szlovákban maradt meg legjobban, sőt, Szlovákiában mozgalmak vannak erre egyébként. Tehát van egy véda mozgalom Szlovákiában, ami gyakorlatilag erre épül, tehát hogy az ő nyelvük mennyire hasonlít a szanszkrithez. És hogy a szanszkrit tanítások azok még a szlovákban mennyire megvannak egyébként, ez döbbenetes egyébként. Egy gondolatot csak hadd mondjak neked, hogy azért a védikus tanítások, amiket a szanszkrit nyelv ad,
azok nagyon-nagyon pontosan meg tudják határozni a lényeget. Igen. Míg a magyar nyelvben én ilyen tanításokat azért nem nagyon találok, és nem erre reagálják, kérlek. Mert nem figyeltél. Lehet, hogy nem figyeltem. De ez komoly, tehát... Mert ugye azt fogyasztottam, amit tálaltak. Igen, igen. De a mai napig nem találok mondjuk a védikus tanításokhoz hasonló, azt megközelítendő megfogalmazásokat. Én egyébként a könyveimet akkor tudom ajánlani. Én az első könyvemnél volt egy nagyon érdekes élményem, hogy az első könyvemnek az Isvara Krishna Dász, a Tasi István volt a védikus lektora, aki amúgy ugye tanít a mai napig a főiskolájukon, a Krishna Tudatú hívők főiskoláján, és ő ugye tehát nála beavatottabb szanszkrit és védák ismerő ember nem kellene, ugye. És nagyon érdekes volt, hogy amikor írtam ezt a könyvet, akkor sokat beszéltünk telefonon. Mert ugye azért magyarul nem olyan sok védikus írás elérhető. Viszont nekem volt egy nagyon furcsa kapcsolatom a védáknál, és mondom, ez a könyvem után lévő dologban nyilvánult meg, amikor megjelentek ugye a mestereim, és aztán kiderült, hogy egyik sem, tehát hogy ilyen távol-keletiek szinte mind. Volt egy olyan nagyon érdekes kapcsolatom a védákkal, hogy amikor találtam a magyar nyelvbe ilyen útikönyvszerű tanításokat, akkor tudtam valamiért, hogy az megvan, ugye a védikus szanszkrit megfelelője ennek is. És akkor mindig csak felhívtam az Istvánt, hogy ugye, hogy ez így van. És akkor ő mondta nekem, hogy igen. És aztán volt egy rész, aminél, azt hiszem benne is van az első könyvemben, aminél a magyar nyelv rá tudott licitálni a szanszkritra. Na igen. És ez nagyon kemény volt. Ez kérlek szépen az ér nevű gyökünk. Ugye mi az ér? Ugye a testünkben abban fut a vér, ugye? És a vér szavunkban is, ugye ott van az ér gyök, ugye még egy betűvel több. Na most, ami nagyon érdekes ezzel kapcsolatban, ugye, hogy a védák azt tanítják, hogy minden rezgés ezen a világon. És gyakorlatilag azt tanítják, hogy az emberi testben mi a központ? Ugye a szív. A szív ből mennek, tehát a szív az a központ, amiben ezek a rezgések gyakorlatilag összegződnek. Minden, az embernek minden gondolata, cselekedete a szívében összegződik a védikus leírások szerint, majd a véren keresztül elkezd ez a rezgés szétáramlani gyakorlatilag a testedben. És amikor neked ugye negatív, rossz érzéseid vannak a szívedben, az a véren keresztül jut el a különböző szerveidre, amin aztán ezek a negatív, rossz rezgések akár betegségeket is tudnak okozni, ugye a védikus leírás szerint. És ami hordozza ezeket a dolgokat, ugye az a vér. És ugye a magyar nyelvre, hogyha megnézzük, tehát, hogy van az ér, amiben megy a vér, és mit hordoz szét a testben? Az ér zéseket. Ugye? Megint ott van az ér, gyök. Ugye mi a rezgés? Egy érzés. Vannak ugye magas rezgések, amik általában jó érzéseket hoznak az emberbe. Vannak alacsony rezgések, amik meg rossz érzéseket okoznak. Ugye? És ott van megint ez az ér nevű gyök. Hogy ez érzés. És aztán mi az, ami felül tudja írni az érzéseket? Az értelem. És megint ott van benne az az ér nevű gyök, ugye? Mert a rezgések gyakorlatilag, és itt van ugye a magyar nyelvnek a varázslata, hogy ez az ér gyakorlatilag az ereink azok, amiken keresztül behálóznak mindent, az érzések, az értelem, és az ereken keresztül viszi ezt a rezgést, mondom, ami a védikus leírásban volt. És a magyar nyelv, például megnéztük, és a szanszkritben ezek a kapcsolatok, ezek nincsenek is meg.
A magyar nyelv tehát gyakorlatilag jobban elmagyarázza ezeket a dolgokat, mint az eredeti. Tehát az utalás megvan, hogy így működnek ezek a dolgok, de ezek a részletek, amiket most mondtam, és a magyar nyelvben teljesen nyilvánvalóan megvannak, hogy a rezgéseket ugye az érzés és az értelem határozza meg, és ugye, hogy azt a vér, ami szétviszi az éren keresztül a szervezetünkbe, ugye ez nem volt meg. Tehát ami olyan döbbenetesen mély, ugye, és aztán itt van a következő egyébként, ami a magyar nyelvben még, ugye, hogy hol összpontosulnak ezek a dolgok? A szívben. Megint ott van ugye ez a máikus S hang, és aztán ott van még egy I és egy V, tehát a hangtanilag hihetetlenül zseniális a szív, ennek a leírása magyarul. És aztán, hogyha megnézzük, azt hiszem, hogy lehet, hogy beszéltünk erről is, körülbelül egy olyan 20 éve vette észre az orvostudomány azt, hogy a szív az nem pumpál, hanem szív. És mi magyarok pontosan azt mondjuk, amit csinál. Mert a belégzéssel kezdődik, tehát a szívverés, és az gyakorlatilag azzal kezdődik, hogy igen. A belégzéssel, és az ad egy impulzust a szívnek, amitől elkezd szívni, és utána pumpál. Utána már valóban pumpál, de először szív. És mi magyarok ugye azt mondjuk pontosan, amit csinál. Tehát azért ilyen véletlenek nincsenek a világban, valljuk be, bár sokak szerint vannak. Tehát ugye a mai magyar nyelvészet az ilyen. Rá szerettem volna térni arra, hogy tényleg a mai magyar nyelvészet, tehát egy kicsit ekézzük. Tehát hogy állnak az anyanyelvükhöz. Tehát ma tényleg a magyarság ehhez, a magnyelvhez, ami egykor a mágusok nyelve volt, és rezzenetlenül őriz hihetetlen mély tanításokat az életről. Tehát a szellemen keresztül, ami az eszelem és a szerelem, és beszéltünk róla, tehát ugye a szerelem is ugye elemi része a világnak. Micsoda véletlenek. Ugye az teremtés második lépés, amikor megjelenik a szerelem, vagyis a vágy. És tele van még ilyen utalásokkal a magyar nyelv. És ezek a mai napig tökéletesen érthetőek mai magyarul. És ez az, ami a szanszkrit párhuzamban, például ahol beszélt nyelvként fennmaradt a szanszkrit, ugye ez itt az indoária nyelvcsalád, szinte nyomokban maradt meg a szanszkritnek a tanítása gyakorlatilag. Tehát olyan, valamiért a két nyelv között az a különbség, hogy a magyar az pont a gyökrendszere miatt egyébként, ami tagad a hivatalos nyelvészet, hogy ezek a gyökök nem léteznek. Tehát 1861-ben megjelent Cucor és Fogarasi nagy szótára, magyar szótára, és abban az elején le van írva a magyar nyelvtan, ami pontosan tükrözi azt, hogy hogyan működik ez a nyelv, és egy tökéletes magyar nyelvtan. Tehát megfogalmazás a magyar nyelv működéséről és arról, hogyan működik, és a gyökrendszer az alapja egyébként. Amit aztán egy mozdulattal félre söpört az akadémia akkori magyar nyelv ügyekben felelős embere, Hunfalvi Pál, vagyis Paul Hunsdorfer, és elkezdte erőltetni ugye a finnugor tanokat, amihez ugye a következő lépése az volt, hogy a német nyelvtant azt így megfogta, átemelte a magyar nyelvre, és ráhúzta. És gyakorlatilag ma magyar nyelvtanként a német nyelvtant tanítják egy ráerőszakolt dolgot, ami a német nyelv nagyon különbözik a magyartól. A nyelvtana is nagyon különbözik. De ugye Hunfalvi, mint rendes német ember, úgy gondolta, hogy jó lesz ez nekünk így, és a mai napig a nyelvészek, mondom, Cucor és Fogarasira azt mondják, hogy túlléptek rajta, a tudomány már túllépett rajta. Én csak annyit szoktam ezzel kapcsolatban mondani, hogy az igazság az egy olyan dolog, amit nem lehet túllépni. Gátlástanul át lehet rajta lépni, meg gyakorlatilag átnézni rajta, mintha ott se lenne, de az igazság az akkor is igazság marad, és Cucor és Fogarasi nyelvtana az gyakorlatilag pont abban különbözik a mai modern nyelvtantól, hogy a gyerekek ugye az iskolában ezzel, hogy a német nyelvtant próbálták ráhúzni a magyarra, meggyűlölik a magyar nyelvtant és a magyar nyelvet, a saját nyelvüket. És elolvasod ezt a Cucor és Fogarasit, szerintem bárki. Én amikor először kezembe vettem és elolvastam, akkor ez volt, hát itt van, hogy mi a magyar nyelv lényege, és hogy hogyan működik. Egy magyar nyelvről beszélünk, Zsolt.
Mennyit változott a magyar nyelv? Igen, pont ez az, amiről még szerettem volna beszélni. Ugye, hogy egyszerűen félelmetes az a sötétség, amivel néhányan állnak a magyar nyelv múltjához, és ahhoz, hogy mondom, tehát még egyszer, hogy miért nem tud változni ez a nyelv. Cucor és Fogarasi abban a akkori nagyszótárában leírta az előszóban, hogy a magyar egy gyöknyelv. Tehát gyök szavakból áll, ilyen egy, két, három hangos gyökökből, amiket mi egymás után pakolgatunk. És a magyar gyerekek is, amikor megtanulnak beszélni, akkor azért tanulnak meg könnyen magyarul, mert ők ezeket a gyököket tanulják meg, mivel őket nem a magyar iskolai nyelvtan szerint tanítanak, hanem ők ugye hallás alapján tanulják meg. És ezért van az, hogy egy csomó gyerek nyelvújító. Tehát mondanak olyan dolgokat, amin a halálra kacagják magukat a szüleik, mert ők a gyököket elkezdik pakolgatni, ők tudják, hogy azok külön jelentésük van, tehát az ő értelmüket nem lehet becsapni. És egyébként ezzel kapcsolatban nekem volt is egy ilyen bizonyító erejű előadásom. Meghívtak Németországba egyszer, hogy ottani magyaroknak tartsak előadást a magyar nyelvről, és ha már ott vagyok, akkor a gyerekeiknek is tartsak előadást. És az nagyon érdekes volt, mert ott ült egy csapat gyerek, akik mind Németországba születtek már. Megkérdeztem, hogy ki az, aki Magyarországon született, és nem volt köztük olyan. Tehát ők már olyan régóta éltek, egy ilyen magyar kolónia, ott dolgoztak kint már nagyon régen Németországban. És ott jártak iskolába, és aztán megkérdeztem a gyerekeket, hogy ki az, aki magyarul gondolkodik, és ki az, aki németül. És a fele-fele volt már, tehát az egyik fele már németül is gondolkodott, mivel ott állandóan ugye német nyelvet használnak, németül néznek tévét, de a fele még magyarul gondolkodott a gyerekeknek. Tehát a belső párbeszédét magyarul folytatta. Na és akkor gyakorlatilag a bizonyító erő az volt, hogy felírtam a táblára két nyelvújításos szót, amit szintén a nyelvújítók is gyökökből raktak össze. Tehát a nem létező gyökökből. Az egyik az a gőzpöfögészeti tovalöködöm. Ugye ez egy nyelvújításos szó volt, amit a gőzmozdonyra szerettek volna kitalálni akkor, és gyökökből van összerakva. Tehát gőz, pöfög, ész, et, i, tova, löködöm. Tehát ezek mind érthető magyar gyökök. És a másik pedig a nyaktekerészeti mellfekvenc, ez a nyakkendőnek volt egy nyelvújításos verziója, és ez szintén gyökökből áll, tehát gyökökből van kirakva, nyaktekerész, nem sorolom végig gyököket. De az a lényege ennek a kísérletnek, ugye, hogy ezek a gyerekek, ezek német iskolába jártak, nem találkoztak ugye, magyar tanítással még, és nem is ismerhették ezeket a szavakat. Viszont ezek gyökökből vannak kirakva, és akkor felírtam őket a táblára, és akkor megkértem őket, hogy na, kitaláljátok, hogy mit jelent ez a két szó. És azt kell, hogy mondjam, hogy nem telt el egy-két perc, és mind a kettőt kitalálták. Tehát, hogyha nincsenek ezek a gyökök a magyar nyelvben, akkor hogy lehet az, hogy egy ilyen hosszúságú, ismeretlen szót felírok egy gyereknek a táblára, és kikövetkezteti a gyökökből, hogy az micsoda, és úgy, ráadásul a gőzpöfögészeti tovalöködömet úgy találták ki, hogy megkérdeztem tőlük, hogy hol láttak gőzmozdonyt, mert ők már nem találkozhattak vele, ugye, a Harry Potterbe. Na. Tehát most gondoljunk bele, hogy csak ott láttak gőzmozdonyt, és mégis a gyökökből kikövetkeztették, hogy gőz, pöfög, észleti, tovább lökönöm, és kitalálták. Hát ez a gőzmozdony. És ezek a nem létező gyökök, ugye, a hivatalos tudomány szerint, amikből bárki összerakhat új szavakat, és ezért nem tud változni a nyelv. Cucor és Fogarasi már ezt leírta. Mert ahhoz, tehát hogyha van egy szóbokor, aminek a tagja egy gyök, akkor az egész szóbokrot magával kéne vinni ahhoz, hogy megváltozzon az a szó, és ezért áll olyan nagyon stabilan a magyar nyelv. Tehát mondjuk a kör szó benne van, ugye egy gyökként a környezetbe. Akkor nem lehet fernyezet. Tehát nem lehet másképp mondani, nem tudom, érted is a példát. Igen. Mert ott van a kör nevű gyök. Igen. És az kapaszkodik ott, de rettenetesen. Ugye a körből lett kialakítva, és hogy modern nyelvészet szerint ez nem létezik. Tehát ők például mondok még egy példát erre, Cucor és Fogarasi például, a körszavunkat a karból eredezteti. Tehát azt mondja, hogy a KR onnan került bele az alapszóba, ugye, mert ez az, ami a legközelebb áll hozzánk, a kar. Ugye, és abból
lehet karolni, körölni, körbe ölelni valakit gyakorlatilag. És akkor innentől kezdve a cucor és fogarasi szótárban le van vezetve ez a KR-es szavak, ezek mind a körhöz kapcsolódnak, és mind ősi magyar szavak. Mit tanít erről a modern nyelvészet? A karszlavunk ótörök átvétel. Tehát azt tanítják ma az egyetemi szinten a magyar nyelvről, hogy a magyarok régen nem tudták, hogy van karjuk, vagy nem ismerték, vagy máshogy nevezték. És aztán egyszer csak meghallották az ótörököktől, hogy ez karna, ó, frankó, akkor legyen ez a kar, ugye? És aztán a köré alakuló szóbokor, ugye, az megint, tehát ehhez kapcsolódó, tehát mit tudom én, a kert is máshonnan került szerintük a magyar szó, pedig ott is ugye teljesen nyilvánvaló, hogy azért kert, mert körbe van kerítve. Ugye egy kerítés veszi körbe. Ugye? Mert megint ott van a KR, tehát a cucor és fogarasi logikája szerint. Na mindegy, tehát döbbenetes mélyen van ma a hivatalos nyelvtudomány, és gyakorlatilag áll a saját hazugságaival, mint tudományos tényekkel dőfösen. És én ezzel kapcsolatban azt szoktam mondani, hogy most a finnugor nyelvészet az körülbelül olyan, mint hogyha van egy nagy kastélyszálloda, és abban van egy alaksori lomtár. És ők azt tekintik a magyar nyelvnek. Tudnak erről? Ez egy tudatos cselekedet szerinted? Csak a tudatlanság? A tudatos szerintem... A megújulni nem tudás. Igen, most ez már abszolút a megújult. Tehát ez már abszolút az, hogy nem gondolkodni tanítják meg őket, mert aki gondolkodik, az azonnal észreveszi az árulást, hanem magolni. Tehát és itt van gyakorlatilag a modern oktatásnak a legnagyobb hibája, hogy nem gondolkodni tanítja meg a gyerekeket, hanem be kell magolniuk dolgokat, ugye, meg kell tanulniuk. És nem, így nem vehetik észre, hogy ez nem igaz. Pedig szép szó ez a mag benne. Igen, van. Mint ahogy a magunk abban is. És akkor még a modern nyelvészetben, még ugye, hogy mennyit változott a nyelvünk. Itt van például az Ómagyar Mária síralom, amit most meg tudunk nézni képben, és hogyha azt látjuk rajta, hogy ez ugye mai magyarul egy teljesen érthetetlen szöveg, ugye? Ez az 1200-as években keletkezett egyébként, és egy csomó nyelvész azt állítja, hogy ennyit változott a nyelvünk. Tehát van hihetetlen, hogy mi történt ezzel a magyar nyelvvel. És aztán, hogyha megnézzük a következő képen Károli Gáspár fordítását, Biblia fordítását, ugye az 1500-as években született, eltelt gyakorlatilag 300 év, majd 400 év sem, és hogyha megnézzük ezt a szöveget, akkor azt látjuk, hogy egy-két betű, ugye még nem stimmel, mert más betűt használt oda Károly Gáspár, de tökéletesen érthető, gyökszinten hibátlan mai magyar. Tehát hogy lehet az, hogy ott eltelt 300 év, és a Károlyi Biblia már hibátlan mai magyar, és aztán azóta megint eltelt már majdnem 400 év, sőt 500, és ugyanúgy érthető, ez semmit nem változott a nyelvünk. Tehát ez logikailag érthető ez a dolog, hogy ott volt 300 év, ami alatt akkorát változott a nyelvünk, hogy egyáltalán nem értettből egyszer csak teljesen érthető lett, és aztán azóta semmit nem változott a nyelvünk. Na most ezzel kapcsolatban mutatnék még egy példát. Ezt egy angol ismerősöm írta le, amit én magyarul mondtam. És hogyha megnézzük azt, hogy mit tudunk belőle kisilabizálni, akkor rájövünk arra, hogy mi történhetett azzal az Ómagyar Mária síralommal. Hogy ott az az ember, aki ezt leírta, az egy, aki diktálta, lehet, hogy azt se tudott magyarul. Aki leírta, az biztos, hogy nem tudott magyarul. Aztán egy olyan jelkészlettel írta le ezt az egészet, ami alkalmatlan volt a magyarul való leírásra, mert ugye tudjuk, hogy a latinban 13 vagy 14-jel kevesebb hang van eleve, mint a magyarban. Tehát ez már eleve egy megoldhatatlan feladat. Aztán van egy csomó hang, ugye, amiről fogalmunk nincs, hogy neki az mit jelentett, ugye, mert minden nyelvben, hogyha megnézzük majd az angol szöveget is, amit ugye az angol ismerősöm írt, látjuk azt, hogy teljesen más hangokat használnak ők arra, hogy leírjanak dolgokat. És aztán hallgassuk meg, tehát próbáljuk meg elolvasni ezt a szöveget, ami itt angolul van.
és aztán most hallgassuk meg, a Google fordító felolvassa nekünk. Mindenki eat one. Wages at. Eat one a show the do a seeken. Ne hogy el third. És már is halljuk azt, hogy ez a szöveg ez magyarul van. Tehát csak gyakorlatilag van egy áthághatatlan lépcső a megértésünk között. Ugye az, hogy az, aki leírta, ő nem a magyar ABC szabályai szerint írta le ezt a szöveget, és a saját nyelvének a betű szerinti szabályai szerint ráadásul. És akkor innentől kezdve persze, hogy teljesen értelmetlen lesz az a szöveg, amit mi látunk magunk előtt. És így gyakorlatilag a legdurvább ezzel kapcsolatban én azt szoktam mondani, az, hogy tényleg még a 80-as, 90-es években is útleírások tömege jelent meg azzal az egyik kedvenc városomról, Gyöngyösről, hogy annak a régi neve Gungus. Amikor soha senki nem hívta Gungusnak Gyöngyöst. Egyszerűen nem volt betűjük, ugye nem volt se G betű a latinba, se Ő betű. És ott állt az a szerencsétlen, mondták neki, Gyöngyös, írd le. Hú. Hát az hogyan? Gungus. Kész, túl vagyunk rajta, ugye? Soha senki, és gyakorlatilag a nyelvészet, mondom, ilyen zsákutcákba megy be, hogy régi nevén Gungus. Hát hol volt annak régi neve Gungus? Soha senki nem nevezte így. És ugyanígy mondom ezek a példák. Tehát senki, mit tudom én, például a Károlyi Bibliával kapcsolatban, hogyha valaki elolvassa az eredetit, és azt mondja, hogy hát azért változott a magyar nyelv, mert hát hogyan vannak ott, tehát hogy szól az a szöveg. Gyökszinten teljesen rendben van magyarul. Egy, van már abban is egy nagyon nagy adag papi tudálékosság. Aztán ők, el is mondja Károly, tehát a Károlyék leírják azt, hogy ők versnek szánták ezt. Tehát versbe foglalták a Bibliát. És attól, hát néha nem vers lett, hanem kicsit furcsa magyar. Szintén szóval, tehát, de hát nem az vesse rá rájuk az első követ, aki akkor ezt jobban megoldotta volna. Mert gondoljunk bele, se ABC, tehát hivatalos ABC nem volt, hogy melyik betűt mire tudjuk használni, se magyar verselés ugye gyakorlatilag az ilyen népi szinten volt, és ők a latinba voltak belefolyva, és a latin esztétikába, a görög vers esztétikába, és annak próbáltak ugye megfelelni. És hát ez lett a vége. Tehát mondom, az vesse rájuk az első követ, aki jobban megoldotta volna, de gyökszinten tökéletes mai magyar nyelven van az is. Zsolt, ugye volt egy bábeli zűrzavar annak idején, amikor a nyelvek szándékosan összelettek kavarva, hogy ne értsük egymást. Nagyjából ez lehet, hogy sikerült is, amennyire lehetséges. Nem tudom, hogy a szanszkrit az meg tudta őrizni azt az ősi erejét, tisztaságát. Ugye a magyar is amennyi igazságtartalma van, az végül is tartja magát, maximum mi nem használjuk jól. És most megjelent ugye a mesterséges intelligencia, ami mit csinál, ezeket a szépen kitisztázott dolgokat most megint jól össze fogja kavarni. Ugye mondjuk van egy jó kis könyv, amit összeraktál, amit ha valaki elolvas, akkor stimulálni tudja őt az emlékezésre. Ugye azt az alap szoftvert, amit említettél az előző beszélgetésben, lehet, hogy vissza tudja állítani, ugye egyfajta ilyen önmagát helyreállító módon, egyfajta vírusírtó módon újra el tudja kezdeni az ember azt az anyanyelvét visszaállítani az eredetbe, és jól használni. És akkor most megint itt vagyunk egy mérföldkőnél, ami olyan, mint egy következő bábeli zűrzavar, ahol most aztán ember legyen a talpán, aki meg fogja tudni állapítani azt, hogy ez egy élő, szerves módon lett megírva, vagy nem. Neked itt mi a véleményed erről? Mert hogyha te ennyire, már pedig te igazán a szíveden viseled ezt, azért itt vérezni kezd az ember szíve szerintem. Mint a koronánál, hogy még ki se használtuk az erejét, de már el is avult tulajdonképpen az energiája idézőjelben. Még el se kezdtük igazából tudatosan használni megfelelően ezt a kincset, de már megint itt a következő veszély. A mesterséges intelligenciával kapcsolatban nekem az a véleményem, hogy mivel a világot
ugyan a szellem teremtette, de a vágyak hajtják előre. Ezért az emberiségnek saját magától kell csak tartani, nem a mesterséges intelligenciát. Ugyanis a mesterséges intelligencia egy szellem. Mindig szellemi termékeket hoz létre, és mindig lesz valakinek valamilyen vágya, hogy mit hozzon az létre. És ő nem fog mást létrehozni, csak a vágyat valaki bele fogja oltani. Mivel ő csak szellem, a mesterséges intelligencia. Nem sorolod akkor mágikus tárgyak közé? Az végül is minden, tehát hogyha körülnézek ebben a világban, minden mágikus cselekedet. Tehát minden dolog. De ami gyakorlatilag ezt a világot hajtja, mondom még egyszer, az a vágy. És amíg a mesterséges intelligenciának nem lesz saját vágya, addig nem kell tőle tartanunk. Sőt, egyébként én nemrég olvastam egy tanulmányt, ami rettenetesen durva volt, egy amerikai egyetemen készítették, ami arról szól, hogy a gépek erkölcsi szintje nagyon sokszor magasabban van, mint az embereké. És ez miért van? Mert ők szellem, tehát nem... Miből fakadnak a gonosz és rossz cselekedetek? Mindig abból, hogy a vágy, ugye van egy vágyad megszerezni valamit, ugye, hogy ez a tiéd legyen, vagy te befolyásolj dolgokat. A szellem az gyakorlatilag csak egy kívánság teljesítő berendezés, ami megvalósítja ezeket a dolgokat. De a vágyak azok mindig a lelkekben bukkannak fel. És ezért nekem az teljesen nyilvánvaló volt, hogy például egy mesterséges intelligencia, az lehet, hogy magasabb erkölcsi színvonalon van, mint egy ember, mert ő szellem. Ő megnézi a dolgokat, mérlegel, és nincs meg ugye az a lefelé húzó... Nem gonoszkodik. Igen, nem gonoszkodik. Tehát gonoszságból ő nem fog rosszat tenni ellene, csak azért, hogy neked rossz legyen, amit egy lélek simán megcsinál ma egy másik emberrel, ugye? Mert arra viszi a vágya, meg kell tapasztalnia ugye annak a léleknek azt, hogy milyen gonosznak lenni, hogy aztán legyen mit megbánnia. Legyen mit kijavítani. Igen, legyen mit kijavítania ebben a világban. Zsolt, nagyon szépen köszönöm. Utolsó kérdésem, hogy van-e most folyamatban újabb könyv? Hát, dolgozom, igen, egy nagy magyar úti könyvön. Egyébként most weboldalt készítünk barátunk, van egy hétpróbás.hu, nem tudom, hogy azt kilátta, azt már egy jó éve csináljuk, mert megpróbálunk összefogni olyan embereket, akik jó érzéssel szeretnének tenni a magyarságért. Mostanában ugye ti is tapasztaltátok azt, hogy én muzsikálok, volt itt ugye, meditáltatok a zenékre, meditációs zenékre, amiket igen, nagyon szépen köszönjük neked, hogy megsegítesz minket ilyen tiszta szerzeményekkel. Igen, most ilyen mantrákkal kísérletezem egyébként a zenébe, tehát így ilyen, amikor már az ember így túlkerül egy Buda bizonyos koron, akkor már nem amiatt muzsikál, hogy egy csajok budjába be tudjon nézni, és akkor kellett valami új célt keresni. Ugye, és akkor gyakorlatilag most ez lett, hogy azért muzsikálni szeretek. Nem kéne abba hagyni, hiába vagyok öreg. És vannak, a mantráknak tényleg ereje van. És akkor próbáljunk. Ha már zenélek, akkor legalább egy valami magasabb rezgésű dolog felé forduljak vele. Zsolt, te szerencsés vagy, mert nem tértél le a bölcsesség útjáról, és bizony azért, amikor valaki megbölcsül, és beteljesíti azt a lelki utat, nem is azt a fizikai, testi, tapasztalati utat, hanem már a lelki küldetését, akkor azért az szerintem teljesen magasztos, hogy ide eljutottál. Én egyrészt gratulálok neked, másrészt azt gondolom, hogy ez valahogy úgy van kitalálva, hogy ez ne legyen olyan nagyon könnyű. Tehát mindenképpen egy nagyon komoly fejlődési út, és nagyon szépen köszönjük, hogy ezeket meg is osztod az emberekkel, ráterelve őket is erre az útra, hogy legalább az irányt jól lőjék be,
maguknak, és nagyon szépen köszönjük mi is azt a sok segítséget, amit rajtad keresztül, a tudásodon keresztül, a te véreden és könnycseppjeiden és fájdalmaidon keresztül most hasznosítani tudunk. Hát köszönöm, én mondom még egyszer, végülis minden, amit csináltam, arról szólt, hogy újra emlékezzünk. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Nagyon szépen köszönjük Önöknek is, kedves nézőink, a megtisztelő figyelmüket. Önök a VNTV-t látták. Korábbi adásainkat a www.vntv.hu, valamint a YouTube megosztó portálunkon láthatják. Viszontlátásra! A lélek és a szellem táplálása mellett a testegészségére is gondolunk. Látogassa meg a Viva Natura webáruházát, és válogasson az egészség polcairól. www.vivanatura.hu